Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek ezen a mai napon, a mi Urunk mennybe menetele ünnepén. Szocska Ábel, szerzetes pap, nyíregyházi apostoli kormányzó, kinevezett püspök atyának a püspök szentelésére. Mindenek előtt, mielőtt elkezdjük a szertartást, megkérem Germánó Penemóte, apostoli nunciatúra ügyvivő atyát, hogy olvassa föl és mutassa be a bullát. Franciscus episcopus servus servorum Dei. Dileto filio Abel Sosca. Sodali ordinis basiliani Sandi Josafat. Actenus administratori apostolico eparchie Nirekazane. Eiusden electo episcopo eparchiali saluten et apostolican benedicionem. Ferenc püspök, Isten szolgáinak szolgája, kedves fiának, Szocska Ábelnek, a Szent Józsefátról nevezett bazilita rend tagjának, a nyíregyházi eparchia eddigi apostoli kormányzójának, ugyanazon eparchia kinevezett püspökének üdvözletét és apostoli áldását küldi. Szemünket Krisztus drága látós és életadó keresztjére emeljük, mely által a halál helyett élet, a romlás helyett romolhatatlanság, a dicstelenség helyett dicsőség fakad, és amelynek legfőbb bölcsessége által a világ bölcsességének kérdése és az oktalanság gögjét meghiúsul. Apostoli gondoskodásunk segítségével az egyetemes egyház lelkipásztori hivatalát hordozva eleget teszünk annak, hogy a Krisztus hívők számára mindent olyat nyújtsunk, ami üdvösségükre szolgál. Ezért szem előtt tartva a nyíregyházi eparchia nyájának javát, serény pásztorral ajándékozzuk meg őket, és semmi nem tűnik megfelelőbbnek, mint hogy hozzád folyamodjunk, aki ezen a hívek lelki szükségleteit már ismered, és méltónak tűnsz ennek az új feladatnak ellátására. Ezért meghallgatva tiszteletre méltó testvérünket, a keleti egyháznak kongregációjának, prefektusának tanácsát, apostoli tekintélyünkkel a nyíregyházi eparchia püspökévé nevezünk ki, megadva az ezzel járó kötelezettségekhez fűződő jogokat a keleti egyházak kánonjának törvénykönyve szerint. A püspök szentelés, a hitvallás letétele és a nekem és utódaimnak tett engedelmesség ígérete tekintetébe tarts meg az imént említett törvénykönyv előírásait, és ismertesd meg a dekrétumot a nyíregyházi eparchia papságával és híveikkel, akiket buzdítunk és kérünk, hogy téged atyukként szeressenek, a keresztény élet bizonyságát kövessék, vezetéseddel levessék magukról a régi embert, és mint Krisztus nyája egyetlen akolba gyűjjenek, akik mennyei akolba lépni hivatottak. Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2018. esztendejében, április 7-én, pápaságunk 6. évében, Ferenc pápa. Adj áldást, Uram! Áldott az Atya és Fiú és Szent Léleknek országa, mindig, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen! Békességben könyörögjünk az Úrhoz! Békért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz. Az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért és mindnyájunk egyesítésért könyörögjünk az Úrhoz.
ezen szent hajlékért, s mindazokért, akik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Szentséges főpásztorunk Ferenc római pápáért, Isten szerető Péter, István, Csaba, Gyula, Balázs, Ján, Cirill, William, Fülöp és Eugénió érsekeinkért, Szilárd, Irinej, Nándor, László, Virgil, Antal, Vladimir, Miklós, Gyóra, Hlib, Milán, Jenő, György, Lajos, Vasile, Péter, Dimitrios, László, Ferenc, Atanáz, Nil, Milán, Kört, György, László és püspökeinkért, és Ábel apostoli kormányzónkért és Cirill főapátért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Országunk vezetőért és népünkért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. Hol levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Igaz világosság, ki megvilágosítasz minden e világra jövő ember, legyen ránk jegyezve a te orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred létteinket parancsolataid teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szentjeidnek imái által. Ömen az Isten örvendetéssel, az Úr harcolatóval. Ölemeket félítségben Krisztus Istenünk, és örömet szerencsél tanítványaidnak, megígérvén nekik a Szentlélek leküldését. Biztosítván őket mennyei áldásodról, mert te vagy az Isten fia, a világ üdvözítője.
szent szék választására és jóváhagyásával. Az isteni kegyelem, mely mindenkor orvosolja az erőtlenségeket és pótolja a hiányokat, Istenfélő Ábel szerzetes papot, Isten óvta Nyíregyháza város püspökévé szenteli. Imádkozzunk tehát érte, hogy szálljon le rá a legszentebb lélek kegyelme. Uralkodó Úristenünk, hírneves Pál apostolod útján törvényként rendeltet nekünk, hogy fokozatok és rendek legyenek szent oltárodnál szeplőtelen, tisztaságos titkai szolgálatában és kiszolgálásában. Először apostolok, másodszor proféták, harmadszor tanítók. Te mindenség uralkodója, e megválasztott szolgádat, kit az evangéliumi iga viselésére és a főpapi méltóságra méltattad, az én bűnös kezem és a velem együtt szolgáló püspöktársak keze által erősíts meg szent lelked lejövetelével, erejével és kegyelmével, amint megerősítetted a szent apostolokat és prófétákat, amint fölkented a királyokat, amint fölszentelted a főpapokat, tett főpapi szolgálatát fethetetlenné, ékes és föl teljes méltósággal, tedd szenté, hogy méltó legyen arra, hogy a nép üdvösségét esedezzék, nálad pedig meghallgatásra találjon. Mert megszenteltetett a te neved, így megdicsőített a te országod, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Úristenünk, mivel az emberi természet nem viselheti el az istenség lényegét, üdv gondozásod folytán hozzánk hasonló tanítókat rendeltél nekünk, akik azért járulnak trónodhoz, hogy áldozatot és felajánlást mutassanak be neked egész népedért. Te, Urunk, tedd e szolgádat is, ki a főpapi kegyelem sáfárának bizonyult, a te igazi pásztorod követőjévé, aki életét adja juhaidért, legyen a vakok vezetője, a sötétségben járók világossága, az oktalanok tanítója, a kisgyerek nevelője, fákja a világban, hogy miután tökéletesítette a reábízott lelkeket ebben az életben, megszégyenülés nélkül álljon majd ítélő széked elé, és elnyerje azt a nagy jutalmat, melyet azoknak készítettél, akik evangéliumot hirdetéséért küzdenek. Mert téged illet, hogy irgalmaz nekünk és üdvözíts minket, Istenünk, téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, örökkön örökké. Oh.
Isten örvendezéssel az Úr harsona a szóval. Szent Lukács apostol és evangélista hirdetőjét. Isten az ő dicsőséges, Szent Lukács apostola és evangelistájának könyörgései által adjon neked öröm hirdetőnek nagy erejű szót az ő kedves fia, Krisztus Jézus evangéliumának hirdetésére. Amen. Bölcsesség, igaz hívő. Hallgassuk a Szent Evangéliumot. Szent Lukács evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk! Abban az időben, miután Jézus feltámadt halottaiból, megállt tanítványaik között, és ezt mondta nekik: békesség nektek! Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak, de ő így szólt hozzájuk: miért rémültetek meg, és miért támad kételj szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam, hogy én vagyok az! Tapintsatok meg, és lássátok, hogy a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ezt mondván megmutatta nekik kezét és lábát, de mivel örömükben még mindig nem hittek és álmélkodtak, így szólt hozzájuk: van-e itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat és lépes mézet, fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat, és ezt mondta nekik: úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és feltámadni a harmadnap a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti pedig tanúi vagytok ezeknek, és íme én elküldöm nektek atyám ígéretét. Maradjatok Jeruzsálem városában, amíg el nem tölt az erő titeket a magasságból. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölvitetett a mennybe. Ők pedig leborolva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindenkor a templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent. Amen. Emelkedjél föl az egekbe, Isten, és a te dicsőséged az egész földön. Krisztusban szeretett testvéreim! Ma és az elkövetkező napokban sokszor fogjuk még ezt a Zsoltár verset mondani, ismételgetni, énekelni. Emelkedjél föl az egekbe, Isten, és a te dicsőséged az egész földön. Talán furcsa, hogy ezt imádkozzuk, mint egy bíztatva az Urunkat, hogy emelkedjék, távolodjék tőlünk, akik itt vagyunk, itt maradunk a földön. Az apostolok magatartása azonban
megtanít minket, hogyan értelmezzük helyesen ezt a fölemelkedést. Ennek a Zsoltár versnek itt ma különös jelentősége van. Itt abban a nyíregyházi székesegyházban Isten emelkedése az ő titokzatos testének, az egyháznak is az emelkedése. Ma az egyház egy szerzetes papot emel a püspöki székbe. Ábel atya eddig is már kormányzója volt az egyházmegyének, de mától fogva a papi rend teljességével rendelkezik. Ő maga szenteli a további papokat és diákonusokat, emeli egyházának erejét és fényét. Eddig is irányított, de most már az irányítás mellett a megszentelés lesz az ő legfőbb feladata. Ez az igazi emelkedés, amely a szentség útján vezet fölfelé. Ez sokszor nem látható. Sőt, sokszor éppen akkor van emelkedés, amikor az emberi szemek ezt nem érzékelik. Krisztus is eltűnt a szemük előtt, de ez már egyáltalán nem szomorította őket, mert tudták, hogy nem hagyja őket magukra. A püspöki rangra emelkedés legfőbb része szinte láthatatlan. Boszkó Szent János álma szól erről beszédesen, hadd mondjam el. Egyik alkalommal azt álmodta, hogy saját magát látta egy rózsaligetben sétálni. És a kerten kívül lévők csodálták, milyen nagy kitüntetés ott járkálni az illatos virágok között. De rajta kívül senki nem tudta, hogy közben a rózsák tövisei tépik és sebzik a bőrét. A püspöki méltóság is kívülről magasztosnak tűnik, emelkedettnek látszik, ám de aki benne lépdel, csak azt tudja, milyen sebeket kell eközben hordoznia. Ábel atya tehát az Úr Jézus mennybe menetelének ünnepén lép a püspöki trónra. Krisztussal együtt emelkedik ő is. Át fogja élni azt, hogy Krisztus eltűnik a szeme elől. De ha az apostolok útját követi, akkor ez nem elkeseríti, hanem még inkább megerősíti az örömben, hogy Krisztus nem hagyja el. És az ő örömben való megerősödése, a Krisztussal való együtt emelkedése hozhatja ennek az egyházmegyének, papjainak, híveinek is az igazi emelkedést. Nem föltétlenül látványos, az ember tekintetek előtt sokszor láthatatlan emelkedés lesz ez. Lehet, hogy látható emelkedésnek tűnik, de nem biztos, hogy akkor lesz az igazi emelkedés, a belső emelkedés a szentség útján. És éppen ezért érdemes elszakadni a látványtól, a látványosság keresésétől. Keleti egyházunk, bár igen sok gyönyörű eleme van, az igazi gazdagság azonban belül van. Sokszor láthatatlanul. Ahogy a Zsoltáros is mondja, a király leányának minden dicsősége bent van a szívében, arannyal szegélyezve sokszínű öltözetében. A mi egyházunk ez a királylány, amelyet sokszínű öltözet ékesít, de igazi szépsége a szívében van. Igen, a mai napon azt érezzük, hogy emelkedik az egyházunk. A püspökeinek a száma legalábbis az utóbbi időkben eddig nem látott mértékben emelkedik. De nyilván nem ezt a gyarapodást kéri számon tőlünk az Isten, illetve azzal kell számot vetnünk, hogy aki sokat kapott, attól sokat is követelnek. Be kell látnunk, hogy nagyon sokat kaptunk. Nagyon köszönjük Istennek ezt a mai napot. Kicsiny görögkatolikus egyházunk emelkedett ünnepe ez, csodálatos emelkedése. Köszönjük püspök testvéreinknek, hogy itt vannak velünk ezen az ünnepen, hogy ilyen nagy számban eljöttek velünk ünnepelni. Köszönjük a híveknek, hogy ilyen sokan együtt imádkoznak ma velünk. De mindenképpen, mindenek előtt nagyon köszönjük a mennybe emelkedő Istenünknek, hogy éppen Ábel atyát ajándékozta nekünk, akit leginkább szerénységéről, belső gazdagságáról ismerünk, aki maga is szereti egyházának szépségét, de tudva az, hogy ez csak az arany szegély, amely csupán jelzi a belső gazdagságot. Drága testvéreim, ma emeljük Ábel atyát a püspöki székbe, ma emelkedik a fiatal nyíregyházi egyházmegye tekintélye és súlya. Ma emelkedik magyar görögkatolikus egyházunk fénye és ereje, de csak is akkor, ha Krisztussal együtt emelkedünk. Ezért kérem Ábel atyát, a vele együtt munkálkodó nyíregyházi egyházmegye papságát és híveit is, hogy Krisztussal összeforva akarjunk emelkedni.
Növekedjünk együtt a szeretetben, Isten és egymás iránt. Emelkedjünk Krisztus Urunkkal a szentség útján, hogy rajtunk keresztül a világ is megszentelődjék. A mai nap különös hatékonysággal járuljon hozzá ehhez a törekvésünkhöz, hogy képesek legyünk minél több embert fölemelni az Úrhoz. E különleges szent liturgiában, amikor Ábel atya életében először gyertyatartókkal a kezében szólít föl bennünket, hogy emeljük föl szívünket, akkor ez a mindnyájunk számára igazi fölemelkedés jelentsen, és maradjon ez minden püspöki liturgiájában is. A Tábor hegyéről lejövő, az Emmausból visszatérő, a mennybe menetel hegyéről Jeruzsálembe menő apostolok örömével térjünk haza mi is, e szent liturgia után otthonainkba, egyházközségeinkbe. Ezzel az örömmel hirdessük, hogy Krisztus valóban velünk van a világ végezetéig. És így imádkozzuk, emelkedjél az egekbe, Isten, és a te dicsőséged az egész földön. Amen. Mindnyájatokról igaz szívű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor, és örökkön örökké. Emlékezzék meg az Úristen az ő országában, most is mindenkor is örökkön öröki. Szentséges főpásztorunk Ferenc római pápáról, az Anya Szent Egyház Isten szerető püspökeiről, az összes papságról, az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog és örök emlékű alapítói és jótevőiről, és mindnyájatokról, igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig, most és mindenkor, és örökkön, örökké.
Figyelemmel figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben felajánljuk. Krisztus malaszja, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek közöltetése legyen mindnyájatokkal.
énekelvén kiáltván, hangoztatván és mondván.
összesülvén Krisztusnak szent, legtisztább, halhatatlan mennyei elevenítő és félelmetes titkaiban, méltón adjunk hálát az Úrnak. Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Ezen egész napnak tökéletes, szent, békességes és vétek nélküli eltöltését kérvünk, önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert te vagy a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Békével távozzunk. Ki megáldod a téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat, üdvözítsd népedet, áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket, isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, magyar hazánknak és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled a világosság Atyától. És téged dicsőítünk, imádunk, neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Vedd a pásztorbotot, hogy legeltess Krisztusnak rád bízott nyáját. Azoknak, akik engedelmeskednek neked, legyen támaszuk és védelmük. A szófogadatlanok és fegyelmezetlenek számára pedig legyen fenyítóbot és nevelőpálca. Mindent látó Isten, minden szellem és minden test ura, ki Urunkat Jézus Krisztust kiválasztottad és bennünket általa választott népévé tettél, adj minden léleknek, aki segítségül hívja fenséges és szent nevedet, hitet, félelmet, békességet, álhatatosságot, türelmet, önfegyelmet, tisztaságot és józanságot, aki kiválasztottad Dávid szolgádat és a juhok terelgetéséből emeltett fel őt, aki legkisebb és legifjabb volt Jessze fiai közül, aki szóltatsz nagy hatalommal az örömhír hirdetőinek az evangélium beteljesítésére, te megadod ki a pásztorokat, kormányzod, és az útmutatókat vezeted. Fogd meg jobb kezünket, és akaratoddal vezess bennünket. Adj erőt népednek, és a te magad tedd ékessé, és szeplőtelenné, s a mennyei akolra méltóvá nyájadat, az örvendezők lakhelyén és a szentek fényességében. Méltass minket arra, Uralkodó, hogy segítségünk és minnyájunk védelmezője légy, hogy szent akaratodat teljesítsük neked, mennyei atyánknak és nagyfőpapunknak, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, valamint legszentebb és kezdettől mindent teljesítő lelkednek dicsőségére, mindörökkön, örökké. Amen.
Excellenciás püspök úr, Veres András elnök püspök úrnak megbízásából nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai nevében. Nagy öröm ez a mai ünnep. Nemrégiben ünnepeltük Húsvét ünnepét, ahol ünnepeltük az értünk engedelmességből megtestesülő, bennünket tanító, életünket vállaló, sorsunkban osztozó Isten fia, aki emberré lesz, aki a szegények mellé szegődik, odaadja az életét érettünk, engesztelő áldozatul az atyának. Meghal, föltámad, és mindazokat, akik hozzákötik az életüket, ebben az életben akarja részesíteni. És ahogyan a mai ünnepünk különös módon is elibénk tárja, műve befejeztével visszatér az atyához. És ebben az üdvösséges műben az Istennek emberszerető jósága, üdvösség akarása mutatkozik meg. És egészen sajátos módon ünnepeltük ezt a misztériumot most ebben a szent liturgiában, a püspök szentelésben, ahol azt éljük át, egészen közel jön hozzánk Isten üdvözítő akarata, hogy gondoskodik az ő népéről. Gondoskodik, hogy legyenek olyanok, kiválasztottak, akik a lélek erejében újjászülettek, akik a nép számára a tanítást közel hozzák, a nép számára hirdetik Jézus Krisztus igazságot hirdető és üdvösséget eredményező tanítását az ember szavával, értő módon, de olyan emberek, akiknek a hangján fölismerik Krisztus hangját. Legyenek jó pásztorok, akik pontosan tudják, mi jó a reájuk bízottaknak, mi az a táplálék, mi az a forrás, mi az, ami éltet, és mi az, ami pusztít. És a jó pásztor ismeri az övéit, az övéi pedig ismerik a hangját, és ezért biztonsággal ráhagyatkoznak. Szükségünk van erre a biztonságra. Legyenek olyan pásztorok, akik hisznek a kereszt áldozat erejében, akik hiszik azt, és egészen reménytelien élik meg, hogy az egyszer odaadott élet életet fakaszt. Megjelent, egészen közel jött hozzánk ez a misztérium, az üdvösség jó illatával és az isteni üdvösség akarással. Kívánjuk főpásztori szolgálatára püspök úrnak, hogy nagy örömmel tudja a jó pásztort jelenvalóvá tenni, Isten üdvözítő szándékát. Kívánjuk és kérjük is imáinkkal támogatva, hogy a konferenciánk tagjaként mindent tegyen meg annak érdekében, hogy az üdvösség itt helyi egyházunkban, magyar egyházunkban élő és eleven legyen. Gazdagítva ezt a szolgálatot az egyház keleti tapasztalatának a gazdagságával, értékként fölcsillantva azt. Kérjük és kívánjuk, hogy püspöki kollégiumban együttműködve az egység megkérdőjelezhetetlen jeleként tudjunk jelen lenni a ránk bízottak körében, hogy mind a hívők, mind pedig a nem hívők az üdvösséget érezzék közel magukhoz. Az Úristen áldását kérjük, kívánjuk püspöki szolgálatára. Kedves testvérek, tessenek megengedni egy-két közvetlen szót. Van egy nagyon kedves ismerősöm, aki azt mondta, hogy Ábel, maradj meg olyannak, mint amilyen eddig voltál. Igaz, hogy nem tette hozzá, hogy olyan jónak vagy olyan rossznak. Hát én próbálok olyannak maradni, és most már aztán tessenek el elkezdeni imádkozni. Hogy a Jóisten adjon még nekem egy-két érdemszerző évet. A szertartás alatt úgy belegondoltam, ha most kellene az Úristen színe elé állni, akkor mit adnék én neki? Azt mondanám, fiam, mindent megkaptál. Szép koronát, öltözetet, pásztorbotot,
szép ünnepséget, mit akarsz még? Innentől fogva el kell kezdenem ismét érdemszerző cselekedeteket gyűjteni, ezért kértem, tessenek elkezdeni imádkozni. Mindenkit nagy-nagy szeretettel ölelek és köszöntök, dicsőség Jézus Krisztusnak! Hála és felelősség! Hálát adok a Szent Háromságos Egy Istennek, egyházunk fejlődéséért, Mária Pócsi szűzanyán közbenjárásáért és oltalmáért, hogy olyan korban születhettem, amikor görögkatolikus egyházunk kibontakozásának, fejlődésének én magam is a részese lehetek. Tisztában vagyok vele, hogy ez nem az én, hanem Krisztus titokzatos testének, egyházunknak az ünnepe. 150 évvel ezelőtt az első hajdudorogi görögkatolikus nagygyűlés összeült, és bátran kijelenthetem, hogy őseink fáradozásai nem voltak hiába valóak, mert munkájuk gyümölcse napjainkba érett be, többszörös termést hozva. Hiszen akkor ők csak két dolgot szerettek volna, édes magyar anyanyelven imádkozni, és saját egyházmegyét tudni. Hálát adok őseink helyett is, hiszen a mai ünnepséggel a magyarországi saját jogú metropolitai egyház szervezete teljes lett. Erről álmodni sem mertek elődeink. Ezért hálával tartozom Szentatyánknak, Ferenc pápánknak, hogy emberi gyarlóságaim ellenére méltónak talált a nyíregyházi egyházmegye első püspökének, így ennek a történelmi pillanatnak én is a részese lehetek. Hálával tartozom mindazoknak, akik támogatták az ő döntését, hogy ez így alakult. Hálával tartozom, hogy olyan korban élhetek, amikor országunk vezetői közül sokan keresztény értékrend szerint élnek, és keresztény kultúránkat, hagyományainkat munkájukkal támogatják. Lehetővé teszik mindannyiunk számára, hogy hazánkban gyakorló keresztény életet éljünk. És ezek után engedjék meg, hogy drága jó szüleim helyett kifejezzem hálámat keresztmamámnak, aki szüleim halála után rokonaimmal nem hagyott magunkra, abban a nehéz időben fölkarolt és segített, úgy, mint az ő gyermekét. Lehet, hogy nem sokszor mondtam neki, de remélem érzi, hogy tudja, és tudja, hogy nagyon szeretem és mindent köszönöm. Hálával tartozom a második családomért, szerzetes testvéreimért, a Bazilita harmadrend tagjaival együtt. Köszönöm nekik, hogy a Mária Pócsi monostorba, mint az otthonomba, ezután is visszatérhetek. Hálával tartozom érsek atyának és Atanáz atyának, akikre engedtessék meg, hogy így fejezzem ki magam, úgy tekintek, mint az én bátyáimra, mint egy elkényeztetett kis öcs, akikről tudom, hogy mindig mellettem álltak, ezután is mellettem fognak állni, akikről tudom, hogy mindig számíthatok rájuk. Amit úgy gondolom, hogy az eddigi együttműködésünk is láthatóan megmutat, mint főpásztorok egymásért igyekszünk őszintén
kiállni és őszinte kritikával segíteni egymást, de ugyanakkor mindig segítő szándékkal vagyunk egymás iránt. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy a mi hármunk kapcsolata, mondhatom így, hogy nemzetközi viszonylatban is nagyon szép. Hálával tartozom Keresztes Szilárd püspökatyának. Ő szigorú természetű ember, de irántam is mindig őszinte szigorral volt. Hálás vagyok neki, aki sohasem titkolta, ha velem kapcsolatban valamivel nem értett egyet, de ennek ellenére, mikor szükségét érezte, kérés nélkül segítségemre sietett. Köszönöm a nagyon mély és tartalmas lelki gyakorlatot, amellyel a püspök szentelésre felkészített. Ha eddig nem tettem volna meg, akkor most nagy-nagy hálával és szeretettel a szívemben ünnepélyesen megköszönöm minden érintettnek, hogy mellettem állt, és alázattal kérem, továbbra se hagyjanak magamra, segítsenek. Felelősség. Tisztában vagyok vele, hogy nagy a felelősség, ami rám lett bízva. Ne vegyék sem dicsekvésnek, sem álszerénységnek, de igyekszem józan ésszel és őszinte kritikával tekinteni önmagamra, gyengeségeimre és képességeimre. Tudom, hogy erre a feladatra sokkal alkalmasabb személyek is vannak, mint én, bűnös ember, de higgyék el, hogy próbálkozom, mert szeretnék én is jobb ember, jó elöljáró lenni. Olyan, aki a 21. század körülményei között példaadóan és hatékonyan vezeti a rábízott egyházmegyét, hogy görögkatolikus egyházunk gyarapodása és lelki fejlődése messze sugározzon az egyház határain túl. Azzal is tisztában vagyok, hogy minden csekély eredmény, amit mi gyarló emberek elérhetünk, az csakis Isten kegyelmének köszönhető. Felelősséggel tekintek a Kárpát-medencében élő és az egész világon szétszórózott honfitársainkra, keresztény testvéreinkre. Itt elsősorban a történelmi egyházakra gondolok, akikkel szeretetteljes egységben szeretnék az üdvösség útján haladva közösségben élni. Ennek a felelősségemnek a tudatában állok itt, kedves mindannyiuk előtt, hogy megfogalmazzam püspöki szolgálatom programját. Olyan programot szeretnék megvalósítani, amelyet maga az üdvözítő hagyott ránk János evangéliumának a 13. fejezet 15. versében. Ezt olvashatjuk: példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Én nem a világi eredmények és célok után szeretnék menni, hanem Krisztus tanítását követni. Miben adott példát? Mit kell megértenünk és tettekre váltanunk? Timóteusnak az első levelében, első fejezet, 3. versében így fogalmazza meg a Szentíró: a tanításnak a célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet. Ezt nagyon nehéz megélni és tettekre váltani. Tiszta szív, jó lelkiismeret és őszinte hit. Miben nyilvánul ez meg? Egy elöljárónak az életében? Márk evangéliumának a 10. fejezet 44. versében így mondja az Úr Jézus Krisztus az ő tanítványainak, s nekem is: ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája.
Lukács nagyon szépen kifejti ezt a 22. fejezet 25. versétől. A királyok uralkodnak a népeken, és akiknek hatalma van a kezükben, jótevőknek hivatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig, mintha szolga volna. Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék. Én is ezt szeretném tenni, szolgálni köztetek. Ez az én püspöki programom, mert hiszem, ha ezt meg tudom valósítani, akkor minden egyéb rám bízott dolgot, feladatot, legyen az egyházi vagy polgári, helyesen fogom tudni végezni. Mindezt nem én, hanem a mennyekbe emelkedő, de kegyelmével köztünk lévő Krisztus Istenünk segítségével és segítségetekkel. Segítsetek, hogy mindezt helyesen meg tudjam élni, és ebben másoknak is jó példát tudjak adni. Alázattal, de őszintén kérlek benneteket, tanúim vagytok mindannyian. Ha püspöki szolgálatom alatt ne talán eltérnék ettől a kitűzött céltól, figyelmeztessetek és emlékeztessetek engem. Számítok mindannyiótokban. Amen. Főtisztelendő és kedves Ábel atya, a mennybe menetel után az evangéliumból azt hallottuk, és a tropárban is azt énekeljük meg, hogy az apostolok nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe. Azért, mert mindaz, amiről Krisztus beszélt, mindaz, amit ígért nekik, a szemük láttára megvalósult, Krisztus fölemelkedett az atyánában. A mai napon mi is, mindannyian, akik itt vagyunk, hihetetlen nagy örömmel vagyunk itt. Hiszen igazi történelmi pillanat ez, a görögkatolikus egyházunk és egyházmegyénk számára is, hogy immáron a nyíregyházi egyházmegyének megyés püspöke is van, és külön öröm, hogy Ábel atyát tisztelhetjük benne, aki már a szerzetesi nevében is az alázatos Ábel nevét viseli. A mennybe menetelről nagyon jól tudjuk, és nagyon szép gondolatokat hallottunk róla, hogy ugye nem azt jelentette, hogy Krisztus elhagyta volna a tanítványokat, hanem éppen ellenkezőleg, bár fölemelkedett az atya dicsőségébe, de igazából ott maradt a tanítványokkal, jelen volt a tanítványokkal. Ennek a jelenlétnek a megtestesítője a püspök. Arra kérjük tehát Ábel atyát, hogy a föltámadt, a mindig velünk lévő Krisztust hozza el a közösségeinkbe. Hogy ez a jelenlét látszon meg a templomainkban, a közösségeinkben, a szeretett szolgálatokban, az iskolákban, a médiában, mindenhol. Hogy legyen ezután is olyan főpásztorunk, akihez nyugodtan mehetünk be. Legyen olyan főpásztorunk ezután is, aki mellett jó ott lenni, aki mellett jól érzi magát a tanult és az egyszerű ember, a szegény és a gazdag, a hatalommal bíró, vagy éppen a betegséggel küszködő is. Kérjük, hogy legyen ennek a velünk lévő Krisztusnak a jele. Örömmel megyünk a mai napon mindannyian haza, hiszen az elmúlt években egy olyan atyát ismerhettünk meg Ábel atyában, aki éppen ilyen szerető és gondoskodó, és ugyanakkor határozott, amilyen Krisztus is volt. És ezért
bizalommal tudunk majd biztosan felé mindannyian fordulni, és ezért a köteles tiszteletet is nem lesz nehéz szeretettel megadni neki. Örömmel a szívünkben megyünk ma mindannyian haza, hiszen Püspök atyánk egy olyan jelmondatot, sőt inkább csak jelszót választott, ami a hitünknek, az életünknek az alapja. Hiszen a mindenható Istennek a segítségével élünk, van egyházunk, és van annak vezetője. Történelmi idők ezek. Egyházmegyék alakultak, metropóliánk van, és a történelmi idők bátor és okos döntéseket kívánnak. Nagy döntéseket kell a következő időkben meghozni, és mi, akik ma itt vagyunk a templomban, vagy a templom körül, vagy éppen a tévé képernyői előtt, a mai napon mindannyian felajánljuk a szolgálatunkat, hogy ebben tudjuk segíteni Püspök atyát. Hiszen az a munka, ami most kezdődik, egy igazi csapatjáték, amelyben a főnek és a tagoknak a karizmájuk szerint együtt kell dolgoznunk. És az ünnepnek van egy következő mozzanata is. Amikor az angyalok, a tanítványokat szólítják meg, hogy mit álltok itt égre emelt szemekkel. A nagy öröm mellett mai naptól mindannyiunknak komolyan kell ezt venni, hogy el kell indulni és cselekedni kell, hogy tőlünk telhetően mindannyiunknak meg kell tenni mindent azért, hogy az Isten országából minél több megvalósuljon itt közöttünk. Ennek a tetrekész, igényes és szeretettel teli munkának kezdeténél kérem azt, hogy fogadja Püspök atya, egyházmegyénk papsága, papcsaládjai a papnék nevében az ajándékunkat, egy míves pásztorbotot, illetve annak most még csak a képét, a jelét, a szimbólumát, hát az idő rövidsége miatt még nem készült el. A pásztorbot számunkra a 23. Zsoltárt juttatja eszünkbe. És ahogy hallottuk érsek atyától, a pásztorbot először is a nyugalomnak, a bizalomnak a jele. Hát vezessen minket Püspök atya ezzel a pásztorbottal. Olyan nyugodtan, ha csak lehet, mint eddig. Hiszen nagy terveink vannak, sokat fogunk idegeskedni, fogunk hibákat elkövetni mindannyian. De ha úgy mehetünk be a főpásztorunkhoz, hogy tudjuk, hogy nyugodtan fog fogadni minket, akkor ez mindannyiunknak egy megnyugvás lesz. És a pásztorbot, ahogy szintén hallottuk, ugyanakkor a fegyelmezés eszköze is. Ne legyen rá szükség. De a Szentírásból tudjuk, hogy a bölcs ember örül a fenyítésnek is. És Szent Pálnál többször is olvashatjuk, hogy a testvéri rendre utasítás az igenis egy helyén való dolog. Hát így kérjük Püspök atyára, ezzel az ajándékkal is, hogy így vezessen minket nyugalommal, és ugyanakkor, ha kell, testvérileg rendre utasítva. Kérjük a mindenható Istennek az áldását, hogy ne csak emberi erőfeszítés legyen, amit itt a következő időkben meg akarunk valósítani, hanem a mindenható Istennek az áldása legyen rajta. És így az Isten legnagyobb dicsőségére és a ránk bízottak üdvére mindenkit közelebb tudjunk vezetni a mindenható Istenhez. Isten éltesse Püspök atya! Bölcsesség! Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség neked! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is mindenkor és örökké, amen. Uram, mi van az, Uram, mi van az, Uram, mi van az,
Krisztus, igaz Istenünk, aki a mennyekbe testestől dicsőségben fölemelkedett és az Atya Isten jobbján ül, s nekünk a szent lelke tüzes nyelvek alakjában leküldeni kegyeskedett. Az ő legtisztább anyjának, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, aranyszájú Szent János Konstantinápoly főpüspökének, szent és Isten ihletettségű atyáinknak, s minden szenteinek esedezései által könyörüljön rajtunk, és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberre szerető. Az Úr áldása reátok, az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké. Szerető Ábel püspökünknek adjunk egészséget, békességet és áldást számos boldog éven át.